Na sziasztok, én Levente vagyok, és ebben a videóban szeretném megmutatni az én deckemet. Amint láthatjátok, Arena 6-nak a szélén voltam, hazajöttem, játszottam 10 menetet, nem lövöm le a poént, de azért elmondom, hogy 10-et nyertem, és 0-át buktam ezzel a deckkel, és felmentem Arena 7-nek a szélére. Látjátok, itt 1712, 3-1-re nyertem, utána 1-0-ra nyertem, azért figyeljétek közben, hogy növekszik, utána 3-0-ra nyertem, tehát már itt 1800-nál voltam, és 3-0-ra, utána megint 3-0-ra nyertem, utána megint 3-0-ra nyertem, utána 3-1-re nyertem, közben itt láthatjátok a deckemet, utána 3-0-ra megint, 1900-nál járunk, utána 3-1, 1241, utána 2-1-re nyertem, 1971, és ugye megnyertem, kaptam körülbelül 30-at, és ugye 2000 kupánál. Ugye itt közben levezettem itt a klámba is, hogy 1800 kupádig 3 win, 0 lose, azt mutattam is. És akkor itt 9 win, na, vagy 4 win és 0 lose, és akkor itt teljesen végigmentem, és feljutottam Arena 7-be. Itt már tudok kapni 2 legát, itt 3-at, az 5, 7 és 9. Ez a, itt a deckem. Betőrem, tornádó, log, Giant Skeleton, Mirror, Rage, Goblin Barrel és egy Inferno Dragon. Inferno Dragont már feltettem erre a csatornára, Arena 4-ben nyitottam, Giantből, ez pedig Arena 6-ba, Chrome Chessből. És itt be is adta egyből, hogy tudok Royal Valuable Packet venni. És akkor látjátok, ezt a decket nyugodtan kipróbáljátok. Körülbelül ugye fél éve nem egy V1-eztem, és látjátok, egyből felmentem. Itt ezt is kivittem, ahogy láthatjátok. Ezt meg tegnap még. És az itt is van. Tehát 23 órával ezelőtt. Szóval ezt a decket nektek ajánlani tudom, próbáljatok felmenni vele nagyobb arénába. Ezzel majd lehet, hogy holnap megpróbálok Arena 8-ba, de nem biztos. De ha felmegyek, akkor arról is készítek egy videót, hogy ugyanezzel a deckkel Arena 8-ba leszek már. Na sziasztok, ennyit akartam. Én Levente voltam. Sziasztok.